Sziasztok, Ilák! Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy szeretettel, és mindenkinek kellemes ünnepeket szeretnék kívánni. Ennek apropójára a most következő videónkban egy húsvéti horrorjátékot hoztam el nektek. Hogyha örültek ennek a videónak, akkor mindenféleképpen már most csapassatok rá egy hatalmas nagy lájkot, ugyanis számomra ez a legeslegnagyobb visszajelzés. Na de itt is vagyunk már a játékunknak a menüjében, amelynek Mr. Hobbs Playhouse 2 a neve, minthogyha Mr. Hobbs egy nyúl lenne, szóval mondhatjuk azt, hogy ez húsvéttel kapcsolatos game. Az első részével ennek a játéknak, ha minden igaz, még rettentő régen játszottunk, de hát most itt is van az ideje annak, hogy felfedezzük itt a második részünket is. Aha, ott van nekünk bal felül az életcsikunk, illetve egy ilyen hangsáv, és nekünk akkor az a feladatunk, hogy elkerüljük a hangzavart. Na, az mondjuk eléggé fura, csak előre meg hátra tudok menni, illetve a lefele nyílunk segítségével pedig le is tudok guggolni. Szuper! Hogyha egyébként valaki még mindig nem iratkozott volna fel ide a Gameplay csatornámra, akkor mégis mire vár, amikor durvábbnál durvább gémeket pörgetünk itt, illetve el tudunk bújni ott a szekrénybe. Ez még akkor nekünk itt a tutoriál részünk, ugyanis tudunk akkor sprintelni, illetve ugrani is, szuper. Menjünk be azért mindenhova, ahova tudunk, de akkor majd itt kulcsokat is kell keresnünk, meg minden, ugyanis eléggé gyanús, hogy nekünk zárva volt az ajtónk. Hoppá, hoppá, milyen erőben van a kis csajszi! De ez miért volt jó nekünk, hogy ezt a szekrényt arrébb tudtuk tolni? Hát anélkül is bőven felvettük volna azt az érmét, nem? Na de mindegy is. Ja, hát nem szabad hangoskodnunk, én pedig össze-vissza tologattam azt a szekrényt. Olyan szinten meg fogunk halni, hogy csak na. Na de mostantól kezdve próbálok akkor erre figyelni. Még az a szerencs, hogy ez a játékunk nem fér hozzá a mikrofonunkhoz. És nem kell nekem is csendben lennem. Miért nincsen itt semmi? Nagyon nem tetszik ez nekem. Aha, ez eddig is itt volt? Hát egyáltalán nem! Hát itt van a nyuszink! Nagyon is itt van a nyuszink, én nyomatom is a sprintet, és nézzétek meg, hogy a hangzavar csikunk. Fú, de összpontosítok! Hát de hiába sprintelek, tesó, hogyha jön utánam a kar! Vagy most azt akart a játék? Hogy bedarálódjunk? Esta, mi aludni próbálunk. Hát figyelj, én pedig az életemért küzdök. Nem ennyi volt ez a játék, ugye? 1952 van. És milyen sztorik vannak itt? Bár nagyon is fura lett volna, ha ennyi lett volna. Ez nem csupán egy rossz álom, hanem ez ugyanaz az álom, és folyamatosan megismétlődik. Mi van akkor, hogyha te őrült vagy? Nem, nem vagyok őrült. Ne! Most mi akkor valami árvaházban lehetünk? És most új játékokat kapott az árvaház. Minden gyerek választhatott egyet magának. De mi azt mondjuk, hogy minthogyha már láttuk volna ezt a nyuszit, ugyanis ő Mr. Hobb. Mennyire epik felvezetésünk van itt? Sőt, valami emlékfoszlány beugrott. Ez az első chapterünk akkor, amely a bujócska. Milyen hosszú vajon ez a játék? Hát lehetséges, hogy akkor nem is fogjuk tudni végigvinni. Valami beugrott az első részből, szóval valamilyen szinten összefügg, de körülbelül 2 éve volt már az, amikor játszottunk azzal. Aha, ide nem tudok bemenni. Itt pedig el tudnék bújni, hát nyomatom is itt a sprintet. Nehogy elfelejtsem, hogy használjuk azt is. Aha, azt mondja, hogy errefele jöjjünk lefele. Kíváncsi vagyok, hogy majd mi lesz a végcélunk, de hát gondolom, hogy a túlélés, ugyanis Mr. Hobb nem tűnik túlságosan barátságosnak, de hova tettük? Mert azt tuti, hogy most kaptuk akkor meg. De hogy hova rakhattuk? Hát gondolom, hogy akkor az ágyunkba. Hát de nézzétek meg, mindenki hozta magával a plüssét, mi pedig egyáltalán nem. Szeretnél bujocskázni? Figyú, nem!
Egyáltalán nem szeretnék, ugyanis nem tetszik nekem ez a nevelőintézet. Ugyanis olyan para ez az épület. Ja, hogy ide kellett jönnünk, és akkor meg is van közben Mr. Hop, mivel ők most bújtak el. És akkor most már errefele is be tudok jönni az összes sötét részre. Jaj, de szuper, hát keressük is meg őket. Ez az ajtónk pedig nekünk zárva van. Csak nehogy az legyen, hogy Mr. Hop majd rejtélyes módon eltűnjön onnan, ahova raktuk, ugyanis az nekem eléggé gyanús lesz, bevallom nektek. Milyen gizda festmények vannak itt, meg milyen óriási könyvtártak. Ajakra azt hitted, hogy itt nem foglak téged megtalálni, kedves Isaac. Hát nagyon is megvagy, na gyere, és segíts nekem megkeresni a másik csajszit. Hát igazán segíthetne, de hát mi megtaláltuk szerencsére őt is. Mint mindig, én voltam a legeslegjobb az elbújásban. Rettentő béna voltál te is. Ő lehet akkor a nevelő? Nagyon nem tetszik neki, hogy hangoskodunk a könyvtárban. Meg is beszéltük a brigáddal, hogy akkor elmegyünk máshova. Mi volt az a fura alak ott az előbb? De én először felveszem Mr. Hoppot. Hát ő nagyon is leesett a szekrényről. De mégis hogyan? Tudja, hogy magától. Aha, itt is van nekünk a chapter 2, amelynek a vadászat a címe. Miért néz ki ilyen parán Mr. Hop? Hát ő megmozdult. Én mondtam nektek, hogy gyanús ez a nyuszi. Pedig a csajszi mennyire kis naív, hogy jaj, csak tudja, hogy a szekrénynek a legszínére tette és lecsúszott. Nem pedig ugye magától mozdult arra, hát persze. De most már akkor legalább csak fel fog neki tűnni, hogy Mr. Hop igazából nem csak egy ártatlan plüss, hanem nagyon is életre kell. Már nem azért. De miért csak egyedül vagyunk a szobában? Ez is felettébb gyanús. Túlságosan hangosak voltunk, ezért bedarálódtunk. Ó, hogy már ilyenekre is kell figyelni. Nem már! Jó, most nem voltunk annyira hangosak, mint az előbb. Jó, hogy ott vannak a többiek és alszanak. Jól van. Na de az a küldetésünk, hogy most meg kell keresnünk Mr. Hopot, hát szivat minket ez a játék. Fú, de stresszes itt ugrálgatni. Mr. Hop, merre vagy? Mi volt az a valami, amit elsuhant? Nem lehet, hogy ez a hintaló keltott életre? Ajaj, baj van! Nagyon is baj van, menjünk vissza! Nehogy itt lebukjunk. Aha, nehogy lebukjuk, esküden fogunk. Ja, hogy itt van nekünk az elbújós téma. És akkor gondolom, hogy majd ha jön a nevelő, akkor arra fele kell elbújnunk. Találtunk itt is egy jegyzetet, de milyenekkel nem foglalkozunk. Nem szabad folyamatosan sokáig sprintelni, ugyanis az rettentően hangos, szóval még ezzel is játszanunk kell. Mivel hogyha sokáig sprintelek, akkor mi nagyon is bedarálódunk. Jó. Hát Mr. Hop itt nincsen, az egyszer biztos. Na de hogyha itt nincsen, akkor mégis hol lehet? Lehetséges, hogy valahogy a konyhába elvándorolt? Aha, baj van. Nagyon is baj van. Léci, mondd azt, hogy nem vett észre minket. Szépen ő menjen el balra, amint pedig elment, mi pedig megyünk is a konyha felé. Hát persze, kijátszunk itt mindenkit. Hát a legrafkósabbak vagyunk, és velünk egyszerűen nem bírnak. Persze, hogy nem bírnak. Csak hát az a baj, hogy nekünk valahogy el kéne bírnunk Mr. Hoppal. Az pedig azért már nehezebb feladat lesz. Errefele miért parábba zenénk? Aha! Na az mondjuk baj! Nagyon is. Ott volt az egyik plusz szörny. Aki életre kelt. Megvan Mr. Hop, hát szevasz! Mégis hogyan jutottál ide? Hát ez egy felettébb jó kérdés. Most pedig akkor nekünk vissza kell mennünk a szobába a többiekhez. És nem szabadna lebuknunk? De nem már! Miért bukunk le? Nem tudom, hogy te mégis itt mit játszol. De hogyha többször nem leszel az ágyadban, akkor fellógatlak a csillárra.
így akart a játék akkor, hogy lebukjunk, és fú, de ellenszenves amúgy, értitek? Mindenki alszik, erre pedig velünk itt ordibá a szoba kellős közepén, jó, így akartam ezt, ki volt centízve, persze, hogy rá akartam lépni. El is érkeztünk akkor a chapter 3-hoz, amelynek a 6 a címe. Itt is lesz akkor nekünk ilyen intrós átvezetésünk? Hát sajnálatos módon nem volt! Most Mr. Hop, de akar minket darálni? Hát tudja, hogy neki láthattuk ott a sötétben a szemeit, erre pedig a másik plüss van. Most akkor az összes plüss már életben van. Egy ilyen démoni szimbólumot összegyűjtöttünk, aha, és nézzétek meg, 6 darab van, szóval akkor a chapterünknek a neve ezt jelentheti, és összesen akkor 6 darab ilyen démoni szimbólumot kell összegyűjtenünk, és gondolom, hogy akkor mehetünk tovább, hagyj már békén! Itt mindenhol ilyen plüssök vannak! Ahhoz képest amúgy, hogy milyen kis egyszerű ez a játék, rettentően para, és megvan a sajátos hangulata, az egyszer biztos, de mi ez a helység? És konkrétan itt ennyi dolog van, bár gondolom, hogy ide is el tudunk bújni, és azért van. Aha, ott van nekünk még egy szimbólum, szuper, vegyük is fel. Megvan akkor már ezek szerint a 6-ból 2. És mi történik akkor, ha egyszerre vagyok ugyanazon a helyen itt a sötétben? Mint a plüss. Hát pont kérdezem, és már egyből ki is derül. Íííííí, azt kaptam. De nem már! Az előbb csupán egyetlen egyet veszítettük el a szimbólumjainkból, de szerencsére akkor ott volt a checkpoint, és ismételten még egynél vagyunk. Most kéne rettentően összpontosítanunk, de minthogyha azt nézem, hogy még az is számítana nekünk, au, hogy mikor hangos a zenénk. Jó, nem már, nem jó. És hogyha hangos, akkor van a közelben. Például most. Hát de lassan már mindenhol körbe megyünk, és mi mindig csupán 2 találtunk meg a 6-ból. Éppen, hogy alig van életünk, de hát nekünk ennyi élet is elég. Ahhoz, hogy meghalljunk. Tudjátok, de nem már ott volt a lejöttő. Léci, mondd azt, hogy megmaradt nekünk a 3, kérlek szépen! Jó! Megmaradt a 3, hát innentől kezdve könnyű ez az egész! Hát persze, hogy könnyű, annyit fogunk szívni ennél a résznél, de nem baj, átverekszünk mindenen! Még hányszor kell belesétálnom? Hagyj már békén! Teljesen már kezd elfogyni a türelmem, ami azért valljuk be, hogy elég nagy baj, és mintha amúgy már nem is lenne nekünk itt az a paraplüss, csupán ezek a szivatások, bár nem tudom, hogy mégis melyik a rosszabb. De jó, most már csak egy ilyen kell ide, de tényleg itt akkor le kell így guggolnunk, aha, jó, várjatok, csak kicentízzük ezt az egészet. Bam 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 bam, futi 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 futi, jó! Megoldunk mindent, hát persze, hogy megoldunk. Nehogy megjelenjél itt ugyanis akkor kajakra. Ideg összeroppanást kapok. Megvan mind a 6! Nagyon is megvan! Rettentően remélem, hogy most akkor mentett nekünk a játék, és a tabbal nem tudom megnézni, hogy most mégis mit kéne csinálnunk? Mi ez a hang? Most valami lángol? Ahó, nem tudok visszamenni a gyerekszobába. Akkor gondolom, hogy kizárásra alapon lejjebb kéne mennünk. Mi van ott a pincében? Eddig ide nem tudtunk lejönni. És ez most nyílt meg nekünk. Valahogy el kell oltanunk ezt a tüzet, mielőtt az egész épület felgyulladna és sebez minket a tűz. Szóval akkor most kéne nekünk szerezni valamit, amelynek segítségével el tudjuk oltani, szuper. Itt már csak volt nekünk checkpoint,
Merre volt a fürdőszoba? Mert most találtunk vödröt, de üres ez a vödör. Aha, itt volt a fürdőszoba, és fura módon megjelent ott nekünk valami para alak már megint. De zseniális amúgy, hogy még ezt is nekünk kell megoldani, és nem pedig az igazgató oldja meg, csak léci, meg ne halljuk. Ugyanis nagyon kevés már az életünk. Jó! Hoppá, hoppá! De nem már! De legalább túléltük. És most kiderülne, tudjátok, hogy ez az egész csupán egy rémálom volt, de nem hinném. El is érkeztünk akkor a következő chapterünkhöz, amelynek Molly a címe. Molly, te Mr. Hoppot a konyhába tetted, és emiatt én hatalmas nagy bajba kerültem. Biztos vagy benne, hogy nem alva jártál, és alvajárás közben nem vitted oda? Hát egyre gyanúsabb lesz számít nekünk, hogy egyáltalán nem a kis intézetes barátnője volt, hanem Mr. Hopp önálló életre kelt. Most menned kéne és bocsánatot kéne kérned Mollytól. Ez is a küldetésünk, ugyanis Molly nagyon is lelépett a kis plüssével. Na de szerintem itt is van amúgy a remek alkalom, hogy lezárjuk ezt a videót, hogyha bejött nektek és szeretnétek ebből a gameből folytatást, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, és akkor bizony hamarosan érkezem is vele. Én köszönöm szépen a figyelmet, majd találkozunk egy újabb gameplayben nem sokára. Addig is, szevasztok!